És most egy másik uh, számuk nagyon kedves projekt következik, uh, Babos Anna Már és Forok Petra előadásában a Kuhausing Budapestes csapattól. Úgy látom, hogy még Köszönjük. lehet, hogy többen vagytok, akkor kérlek, gyertek, fáradjatok ide. Köszönjük szépen. Bígy, Igen, köszi. Hát így a közösség nevében mi többen érkeztünk előadni is. Úgyhogy indíthatod nyugodtan, mert be fogom magunkat mutatni, azzal fogok kezdeni. Én Madara horok Petra vagyok, és mellettem még Marka, Eszter és Marci találhatóak. Mi Markával ketten így az Egyesület részéről kicsit többen facilitáltuk ezeket az eseményeket, amiről most szó lesz. De azt gondoltuk, hogy úgy szeretnénk bemutatni, hogy akik részt vettek ezen, mint szervezőként, és aktívan részt vettek ezekben a dolgokban, ők is jelen legyenek. Úgyhogy miről is beszélünk most, szomszédokkal sülve főve, ez volt a, az sorozatunknak a lényege, és azt gondoljuk, hogy a közösségekben lehet a kulcs a városi elmagányosodásra. Mi alapvetően az Egyesülettel kuhauzingokkal foglalkozunk, amiben nem vagyunk annyira naívak, hogy ebből most így nagyon-nagyon sok lesz így egyről a kettőre, de azt gondoljuk, hogy vannak ennek a lakhatási formának olyan átültethető jó gyakorlatai, ami a társasházi kapcsolatok erősítésére is abszolút használható itthon is ha ezt a kérdést már feltettétek valaha magatoknak, akkor jó helyen jártok, mert erre próbáljuk meg megadni a választ, hogy hogyan lehet egymás felé fordulni így egy társasházban, hogyan lehet megismerni a szomszédainkat. Ö, idén nyáron, júniusban írtuk ki azt a pályázatot, alapvetően új budai társasházak számára, akik szeretnének így egymás felé fordulni a közösségben, amire többen jelentkeztek, és végül kettő nyertes házat választottunk, egy kisebb léptékűt és egy nagyobbat, és ma a nagyobbról fogunk nektek még egy kicsit mesélni, ami így a Baranyai utcában van, a követ itt láthatjátok az Allétól nem messze. Alapvetően úgy is választottunk, hogy ugye a pályázat, pályáztattuk a dolgot, és úgy választottunk, hogy egy ilyen nagyobb léptékű dolgot szerettünk volna létrehozni meg egy kisebbet, és erről fogtok most hallani igazából a továbbiakban. A pályázatra a társasházban lakók úgy pályázhattak, hogy minimum két szomszédot össze kellett szedned, tehát hogy három háztartásban lehetett jelentkezni. Így állt össze a szervező csapat, illetve az ő ismerőseik csatlakoztak, és velük közösen tartottunk három workshopot, aminek a keretében megszerveztük a közös evést, a közös étkezést és főzést. Ez volt igazából az eseménynek a lényege. A workshopok folyamatában Csomó co-housing módszertant alkalmaztunk, tehát hogy így nem mi próbáltuk megmondani a lakóknak, hogy mit hogyan kell csinálni, és hogy hány kiflit vegyenek meg az eseményre, hanem hogy láthatjátok a képen, bevontuk a résztvevőket, és arra próbáltuk őket sarkalani, hogy ők maguk hozzanak közösen döntést. Pont azért, mert azt gondoljuk, hogy ezáltal lehet közösséget fejleszteni, igazán proaktív, aktív városlakókká alakítani egy lakóközösséget, és ami nekünk mindig nagyon fontos az esemény, hogy miért is csináljuk csinálunk valamilyen eseményt, vagy mi a víziónk. Itt a lakók azt fogalmazták meg, hogy szeretnék előítéletek nélkül megismerni a közösségüket, a környéken lakókat, és szeretnék azt, hogyha valaki szembe jön az utcán, akkor egymásnak mosolyogjanak, tudjanak köszönni egymásnak. Azért, hogy ez létrejöhessen, nagyon sok feladatot kellett vállalniuk a résztvevőknek, és ami nagyon szuper, hogy még most is itt vannak közöttük, köztünk itt ülnek. És a feladatok között volt, aki a létrát hozta, Laci bácsi, volt, aki a hangosító eszközt, volt, aki a plakátokat vitte körbe, amiket mi előre megszerkesztettünk, volt, aki a pitesütő versenyért volt felelős, volt, aki egy közösségfejlesztő játékot hozott, és hogy valójában mi is történt, mert azt már látjuk, hogy pitesütő verseny és evés falatozás volt, de hogyan zajlott ez a nap, azt majd mindjárt elmondja Eszter. Hát a szervező csapattal és néhány önkéntessel aznap összegyűltünk a Baranyai tér egyik kertjében, és uh, már ott igazából a közös is nagyon komolyan összetudja tudja hozni az embereket. Um, ahogy elkezdtek szállingozni az emberek, um már kialakultak beszélgetések, nagyon társaság volt, különböző korosztályok, kisgyerekesek, idősek, kamaszok, akiket amúgy a legnehezebb szerintem bármibe bevonni, de sikerült a megnyitó utáni közösségjátékot facilitáltunk együtt, ami arról szólt, hogy megismerjék egymást a lakók, ha nem is nagyon mélyen, de egy ki mit szeret. Ezen a, ebben a játékban úgy kellett uh, csoportba állniuk a résztvevőknek, hogy maguknak kellett megkeresni a választ bizonyos kérdésekre, melyik a kedvenc háziállatod, mi hol van az álomnyaralásod. Maguknak kellett a csoportokat megformálni, és, uh, és uh, ezen keresztül beszélgetni is egy kicsit, és egy rögtönzött uh, uh, kis. Uh, Kérdőívet is kihelyeztünk, hogy mi hiányzik a kertből, ez egyébként további programoknak már az ihletője, ami ötleteket ugye feldobtak a résztvevők. És akkor tartottunk ezen kívül még egy pitesütő versenyt, amit valamennyire ilyen hagyományteremtő célral találtunk ki, tehát szeretnénk ezt majd évről évre megrendezni. Itt a képen az látható, hogy az egyik résztvevő nyomtatott egy ilyen tetoválást azoknak, akik hoztak pitét. Egyébként maga a program az úgy indult, hogy kiválasztottunk egy magasan kvalifikált pite szakértő zsűrit, ehhez mindenki, aki jelentkezni szeretett volna, annak a nevét beraktuk egy kalapba, és megkértünk egy négy éves kisfiút, hogy húzza ki a, a és ezek után két kategóriára osztva zsűrizték a, a, a zsűritagok a, a, pitéket. A nyertesek egyébként kaptak emlékbe egy ilyen kötényt, aminek, aminek egyébként nagyon örültek, és volt olyan résztvevő, aki, aki csak most sütött először pitét, és, és nagyon készült az eseményre. És akkor a nap végén beültünk a programpresszóba egy kicsit így levezetni a, a szervezést, amiben egyébként az volt szerintem a legérdekesebb, hogy ezt se én, se a szervezők közül, szóval ezt nem nagyon tudtuk, hogy ez a hely ott van, és az egyik ilyen workshopnak a végén, amikor kijöttünk a helyszínről, ahol a workshop volt, akkor találtuk meg, hogy ez a presszó ott van, és akkor odaültünk be. És akkor hogyan élhet tovább egy ilyen projekt? Tehát, hogy reméljük, hogy a módszertanokkal és azzal, hogy indítottunk egy ilyen nagyobb szabású programot, amit az ott lakók együtt valósítottak meg, azáltal a már meglévő Facebook csoport tovább bővült egyébként, és reméljük, hogy még tovább fog bővülni, és azután még több programot kezdtek el kezdeményezni a lakók. Szóval szeretnénk, hogy ez a továbbiakban is így legyen. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, egy kiadványt is készítünk. És mint ahogy láthatjátok a képeken, ahogy itt is sikerült a kertet élettel megtöltenünk, mi bízunk abban, hogy ezek a kis apró alulról jövő szerveződések és kezdeményezések képesek társadalmi szinten is változást okozni. És egyébként ehhez a szomszédokkal sülve főve címhez tartozott egy szlogen, ami az volt, hogy ebbe magad a szomszédait szívébe, és mi ezt jó szívvel kívánjuk nektek is, hogy egyétek be magatokat a szomszédaitok szívébe.